Na, sziasztok! Köszöntök ismét mindenkit innen Tárnokról, és most megnézzük az újra festett tárnoki aluljárót, amit nagyon dizájnosan megcsináltak, ezt érdemes megnézni. Mutatom is nektek mindjárt. Ja, csak közben jött egy vonat déli felől, de itt vagyunk Tárnokon. És ezt nézzétek, rögtön a város felőli végén a négyeske. Nagyon szépen néz ki. Itt mellette egy KISZ, vagy legalábbis az lesz majd, egy egyenletes vonat. Hát a lift az úgy néz ki, ahogy, az most, az nem része a dizájnnak. Tárnok község önkormányzata támogatta. A Tárnok Természeti Egység, tehát 2018 májusában csinálták. Egyébként szerintem ott lenne egy térfigyelő kamera, hát az remélem, hogy csak átmenetileg szedték le, mert nagy kár lenne, hogyha valaki összebarmolná ezt itt. Hát tényleg nagyon szépen megcsinálták. Ezt nézzétek, milyen jó megvan ez is. És itt is, ahogy jön ki az alagútból az emeletes vonat. Ez pedig egy halbi. Rögtön. És ugye itt az egyetlen lépcsős feljáró. Szikra rádióvevő állomás. Hát a lift az itt is szépen néz ki. És van még egy ilyen vasúti kocsi, ez a régebbi fajta. Ez pedig egy hagyományos piros flört. És itt van egy hagyományos BHV kocsi. Nagyon jól megcsinálták, jóságúan. Ezt nézzétek, milyen. Nagyon durva. És minden aluljáról ilyen szépnek kifestenének. Ezek a valóban igényes grafiték, ami megfelelő helyen van, ahová való, és még szépen is néz ki. Ez pedig egy portré a 247-esről. Ugye az egyetlen működőképes 424-es gőzös. És ez pedig már a vége. Itt is van. És itt a vége. Hát akkor ez is ennyi lett volna, akkor be tudtam nektek ezt is mutatni, most direkt azért szálltam le vonatra, hogy ezt megnézzem, de megérte egyébként, úgyhogy köszönöm, hogy itt most is velem tartottatok, a következő vonattal pedig megyek tovább Budapest fele, úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, ugye lájkolni lehet, diszlájkolni lehet kommentálni, úgyhogy sziasztok, tschüss!